Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónkban vendégünket, Sárosi Tibort, a BMSE elnökét. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm, és üdvözlöm a kedves nézőket tisztelettel. Ugye elkezdődött a bajnokság tavaszi fordulója. Hogy sikerült a felkészülés az egyes csapatoknak, korosztályoknak? Hát szerencsére elmondhatom, hogy remekül sikerült, ami köszönhető a időjárásnak is. Kegyes volt hozzánk, ugye szinte egyszer-kétszer volt csak hóesés. Így a kis műfőes pályát folyamatosan tudtuk használni, és a két nagy pálya is úgy nagyjából alkalmas volt egy ideig arra, hogy az edzéseket megtartjuk. A kicsik természetesen terembe készültek, Békásmegyelem, Pomázon, és ott tartották a heti edzésüket. A 13 évesek viszont, meg a 14 évesek, a 16, 21 és a felnőtt az egész télen kint, a tó körül futottak, és a műfőes pályán gyakorolták a figurákat, a labdavezetést, és természetesen minden egyes csapatunk elég sok edzőmérkőzést is játszott. Tehát valóban elmondhatom, hogy jól sikerült a felkészültség. Bár ezt már most fogjuk meglátni, ugye kezdődik a bajnokság, vagyis már a nagyoknak elkezdődött, hogy fogunk szerepelni a tavasz idényben. Ugye említetted, hogy a nagyoknak már elkezdődött egy győzelem és egy vereség. Hát igen, hozzátartozik, hogy megnyertük azért a műfűves téli bajnokságot, amit a labdarúgó szövetség teljesen hivatalosan írt ki. Pomázon veretlenül nyertük ezt a bajnokságot, ebből több csoport volt, amiből most megnyertük ezt a csoportot, utána még egy meccset nyertünk, tehát benn vagyunk a négybe, ami az egész megyébe vonatkozik, és majd most jön az elődöntő, aztán majd a döntő. Az U21-esek is játszottak természetesen edzőmérkőzéseket. A felnőtt csapat elindult, hát ugye itt Pomázon kellett bérelnünk a pályát, nagyon rossz volt az otthoni pálya, sajnáltuk volna a kárt okozni a center pályán, és hát nyertünk az első meccsen, 3-0-as első félidő állás után 4-3-as ragyogó győzelmet aratott a csapat, boldog volt a közönség, akik szerencsére egyre többen látogatják a mérkőzéseket, sőt vidékre is. Aztán utána elmentünk Dunakeszire, ahol elég tartalékosan álltunk ki, mert több játékosunk nem jött, mert programja volt, sérült volt, és így sajnos 1-0-ra kikaptunk. A múlt héten szabadnaposak voltunk, és most, majd szombaton Sziget-Gyöngye ellen lépünk pályára itthon 3 órakor. Reméljük, hogy javítunk. Nagyon sűrű a mezőny, az elsőt helyezett, tehát egy győzelemmel már dobogós helyezést tudunk elérni. Úgy néz ki, hogy a srácok jól bírják, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, tényleg igazi barátok, és ezt lehet látni a pályán is. Megígérték, hogy elnök úr, most mindent megteszünk azért. Én mondtam nekik, hogy ennek örülök, és ennek örömére én előlegezem azt, hogy szombaton egy nagyon finom pörköltöt főzök, és ez a meccs után az természetesen el lehet fogyasztani. Hát nem mindegy, hogy milyen szájízzel. Hát ez igaz. Vannak új játékosok a csapatban? Van egy kapusunk, aki a Gulyásból jött, mert az első számú kapusunk elment, hiszen ő az Újpesti Dózsa harmadik számú kapusa volt, és nagyon tehetséges. Tavaly az őszi bajnokságban ő lett az első számú kapus az egész megyében a pontok alapján, ugye mert minden mérkőzésnél pontozzák a játékosokat, teljesítményét, és úgy érezte, hogy neki nagyobb lehetőség kell, mint a megye másodosztály, bár ezt nem lehet leírni, mert nagyon erős, hiszen a negyedik osztály, mert a megye másodosztály, ugye NB1, NB2, NB3, megye 1 és megye 2. Ez külföldön egy negyed osztály, egy fantasztikus, erős csapat, hát mi Budakalás is természetesen erős. Ugye annak idején sajnos ez a változás miatt megye 1-ből nem voltunk kiesők, de mivel, hogy megszűnt NB3, NB2-be több osztály, így elcsúsztunk, mint 8.-9. helyezett a megye 2-be. Egy kapusunk jött, több játékost nem igazoltunk, hiszen
maga a keret megvan. A játékosok nagyon jók, nem mondom, nincsenek klikek, tehát szeretik egymást, szeretik az új kapust is, nem erről van szó, de úgy van, úgy néz ki, hogy a felnőtt csapat megvan. Az U21-ben jöttek gyerekek, a Gázművektől, a Szentendrétől, a Dunakanyartól, Visegrádról. Megmondom őszintén, nagy része már megfordult Budakalászon. De azt mutatja az egész felfogás vagy a rendszer, hogy visszajönnek. Tehát elmennek, vagy elcsalják őket, és rájönnek, hogy valahogy mégis itt Budakalászon valahogy más a közeg. Szeretnek itt lenni, és ez vonatkozik egész az U7-től, az U21-ig és a felnőtt csapat is. És ha körbenézünk, olyan csapat nincs a megyében, ahol ne focizna budakalászi nevelésű gyerek. Az azért az szép. Igen, nagyon szép. Körülbelül hány fiatal, illetve hát nem csak fiatal, hanem hány focista van most az egyesületnél egészen? Hát körülbelül 150 sportolónk van, ugye most a kézilabdázókat nem számolom, mert azok most idegenesen megszűntek, ott is elég sokan voltak, de a futballisták úgy 150 létszám, aminek olyan 70%-a, közel 70%-a budakalászi lakosú gyerek, és mondhatnám, hogy csak fiatal. Tehát a felnőtt csapatban is 22 éves átlag életkort lehet számolni, de az igazi sok sportolónk az alsóbb rétegben van, az U7, U9, U11, U13, U14, U16, ők igazából zöme budakalászi. Ami boldogság, hogy ugye annak idején, mikor én is fociztam itt a megye egybe, akkor majdnem mint kalászi játékos volt a felnőtt csapatban, akkor nem kellett még annyi utánpótlás, ugye, mert elég volt egy tartalék csapat, és majdnem mint kalászi, sőt, mint kalászi, hát a régi legendás, akkori 70-es években lévő Budakalász nagyon, nagyon jó csapat volt, és most már 4-5 játékos szintén az első csapatban budakalászi. Én nagyon boldog vagyok, és még mindig halászok, és mindig keresek, mert nagyon sok tehetséges rász van, csak valahogy nem olyanok, mint mi voltunk, kicsit lusták, inkább máshova mennek, inkább elmennek bulizni, de a gyerekek, akik fociznak, próbálják őket ide csalni, hogy gyertek, jó ez, itt is van buli szombaton, lehet kajálni, együtt vagyunk, vagy elmegyünk bárhova, el szokottunk menni Pestre, diszkóba, elkísérem őket, vagy a faluházba. Tehát tulajdonképpen megpróbáljuk őket úgy összeszedni és összetartani, hogy érezzék, hogy igazán törődünk velük. És milyen a kapcsolat a Puskás Akadémiával, hiszen ugye szerződéses partnerek, mennyire jellemző az, hogy gyermekeket felfedeznek, és őket elviszik, és fejlesztik? Hát nagyon, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó a kapcsolat. Úgy mondanom magas szinten is, én annak idején, most nem akarok nagyot mondani, együtt fociztam Orbán Viktorra, az Erdélybe, hosszú éveken keresztül, akkor még nem is volt politika, meg ilyen. Mi onnan ismerjük egymást. Ott van egy olyan igazgató, Jakab Jani, aki szintén együtt fociztunk, és így sikerült ez a kapcsolat. Tehát elég harmonikusan, elég meleg szívű kapcsolat ez, és valóban ők nem ez a kapcsolat évén, de elég sokszor meg vagyunk hívva, most hétvégén is kint voltunk a meccsen, járnak az edzőink folyamatosan, és a gyerekeket hívják próbajátékra. De itt nincs protekció, amelyet tudni kell focizni. Tehát itt nincs az, hogy most én a Sárosi Tibi barátja vagyok, vagy nem, ott ki kell állni, ott vannak csoportok, és ott komolyan 6, 7, 8, 10 edző figyeli, szinte majdnem minden gyerekre jut valaki. És a gyerekek nem hoznak szégyent az edzőkre, nem, illetve nem, az egyesületre. Sőt, most megint két játékosunkat visszahívták, megyünk le ugyan próbajátékra, két-háromszori alkalom, és ha olyan megfelelő a srác, mint orvosilag is, és mint fizikailag, mint tehetség, akkor bizony van lehetőség arra, hogy ingyen az akadémiára bekerüljenek. Ezen felül az is jó hír, hogy most is 3-4 játékost úgymond elhaláztak, de hát persze azért vagyunk, hogy neveljük, milyen nevelő egyesület vagyunk, az Mésző Akadémián, focisuliban, akkor a Ferencvároshoz, tehát folyamatosan kiemelik a gyerekeket, és valóban én
mint értő foci, nagyon, hát gyerekkorom óta focizok, tehát tényleg meg tudom mondani a gyerektől, hogy tud-e focizni, vagy nem. Büszke vagyok, mert látom bennük a tehetséget, és mindig azt mondom, hogy nekünk ez a feladatunk Gura Kalásznak, hogy neveljük ki a gyerekeket, tehát tulajdonképpen egy tömegsportot alakítunk ki, és egy nevelőegyesület. Na most erre épül az, hogy ugye a Magyar Pest-megyei Labdarúgó Szövetség igazgatójával tárgyaltam, szeretne a Puskás Akadémia egy ilyen külsős dunakanyari iskolát létrehozni, hogy ne kelljen felcsútra menni, hanem itt is legyen egy ilyen kis akadémia, ahol a gyerekeket összefogjuk, és aztán innen is lehet válogatni több szinten, nem muszáj lemenni, hanem itt építenénk egy ilyen centrumot, amit már be is látogattak, bejárták, nagyon tetszett nekik, és reméljük, hogy a közeljövőben ez őszre kapnánk a választ, hogy oké, mehet, próbáljuk megcsinálni. Bízunk a legjobbakban. Én is nagyon szeretném, mert ez egy nagyon-nagyon nagy álom lenne számomra. Reméljük, hogy ez valahogy létrejön. Mik a tapasztalatok, vagy az észrevételek így az edzők révén, hogy a gyerekek mennyire fiatalon veszik észre, hogy a focira fogékonyak, tehetségesek, tehát már az egészen pici U7-től, vagy inkább az idősebbeket, vagy ilyen 11-2 éves korban jön csak elő jobban a tehetség. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az ember olvas újságot, és főleg sportújságot megolvas, a nagy emberek, Sánchez, a Ronaldo, Messi, vagy akármit a régi időkben is, vagy esetleg Puskás, ugye az akadémia, vagy a Hidegkutin Andi bácsi, a többiek, ezek a játékosok mind kicsinek születtek tehetségnek, ugye? Nem tudtak igazából, de az ember már 7 éves korban látja azon a gyereken, hogy érdekli az a gömbölyű valami. Hogyha kimegy az ember egy edzésre, egy 7 éves, ugye a Pálink Zsolt, aki volt Ferencvárosi ragyogó labdarúgó válogatott játékos, ő foglalkozik az U7, U9-e, lehet látni a Zsolton is, hogy figyeli a srácokat, és ha nézzük az edzést, és látom az a gyerek, aki ott van, az kimegy a papával, mamával, jaj, be, és látom azt, aki egyszerűen, mint az őrült a labda, mindegy rálép, elesik, belerúg, nem érdekel, csak rúgjon bele, az látni, hogy az valahogy érdekli az a labda. Na most ő, a Zsolti előkészíti ezeket a gyerekeket. Nyilván még nem tudják, hogy hátvéd, kapussap, nekik van egy bozsik programuk, ahol játszanak egymással, rohangálnak össze-vissza, mint a tyúkok. Ott a labda, ott az a sok gyerek, és akkor ugye azért kikülnyik, hogy na hát az ott áll, és várja, hogy vagy oda pattan, és megvisel, ilyen pici nagyobb a labda, megy és berúgja. Na most 9 éves korban már azért egy kicsikét úgy kialakulnak ezek a dolgok. De szigorúan meg van mondva minden edzőnek, az a játékos, aki nem tud focizni, vagy nem szeret, de legalább ott van, és egyszer belerúg a labdába, vagy fut egy kört, ne küldjünk el senkit. Játszon, sportoljon, nagyon-nagyon kell nekik. Egy borzasztó, én is 63 éves vagyok, az életemet végig sportoltam, egészségesen élek, jól vagyok, tehát ez muszáj megtenni. Na most visszatérve, 9 éves korban, ugye ott már valami kialakul, már valaki úgy tudja, hogy ő kapus, ő tudja, hogy ő most elől jó, az edző is tudja, hogy most már ezt inkább hátra küldöm, vagy kialakítok egy erős csoportot és egy gyengébb csoportot. Ugye meg két csapattal, A-B csapattal legyen. Utána következik az U11, Kosznovszki Gabi, szintén képzett edző, minden edzőmnek le van téve a vizsgája. Az egy alapfok volt, mindenkinek elintéztük, hogy legyen kategóriás vizsgája, ahol tanulta ugye ezt. Arról nem is beszélve, hogy küldöm őket felcsútra, ahol továbbképzést kapnak. Minden hónap, vagy minden második hónap szépen elmennek, ingyen ebédet kapnak, és ott tanulják a nagy mesterektől a fogásokat. U11 már kicsit komolyabb, de még ott sincs igazából. Az igaz az U13. Ott már igen tudni kell mindenkinek, hogy mit játszik. Tehát ott tudni kell, ott már ha nem tud, akkor ő belőle nem lesz focista, nem lesz elküldve, csak ő már csak a B csapatban van, és ott elmozog. Tehát innen kezdődik az igazi, amikor az U13 már gondolkodik a gyerek, már úgy tudja, hogy le kell venni, már fölnéz, már tudja, hogy mikor kell cselezni, kapura lenni. Tehát az U13. És az edzők abszolút egymással tárgyalnak, egymást kiegészítik. Laskai Tomi az U13, U14, és a Fenyvesi Zoli segít neki, hát a kis fenyvesi gyerek, ugye a nagy, legendás Fenyvesi Máté unoka, hát egy borzasztó nagy dolog. Aranyosak segítenek, tehát a Zoli a fia és a kis unoka meg focizik. Utána jönnek a nagyobbak. Ugye az U16-ban is
a Pintér Sándor, hát az akkor szárnyigazgató van, nem is kell mondani, hogy ugye világválogatott, teljesen fantasztikus, nagy ember is, szívével lett az egyszerűen, akkora szíve van, hogy ma is innen elfut maglódik egy irányba, szóval neki. A gyerekeket ezt folyamatosan mindig azt mondja, ha nem tudsz focizni kisfiam, akkor legyen kondit. Tehát vagy kondi, vagy szuper tehetség. Hát itt inkább a kondi van, ami megy. Tehát az edzők abszolút kiegészítik egymást, kommunikálnak, és átadják a csapatokat úgy a másiknak, hogy az úgy elő van készítve. Ez olyan, mint ugye az étteremben megcsinálják, és a szakács meg összeteszi a csapatot. És mi a helyzet az egyesülettel? Idén milyen fejlesztéseket, felújításokat terveztek? Hát nagyon sok minden van, nagyon-nagyon-nagyon sok minden. 2 hektárnyi terület, borzasztó sok munka van. De ezek a háttéremberek, akik ott vannak, ugye a pályamunkás, karbantartó, Gizi néni, a szertáros, mindenki, aki dolgozik mellettünk, mindenki, a Szundi bácsi, ugye, aki ez már nem is tudom, 50 éve vagy 40 éve csak a csapat körül mozog, ő is egy intézőnk, nekünk technikai, most már elnökségi tag is. Nem eshet ki senki. Ez egy olyan láncszem, ez a labdarúgó szakosztály, mint egy család, vagy mint egy olyan építmény, aminek van egy alapja, és van egy gyönyörű tornya, és ott ki lehet nézni az egész világba. Itt a takarító nénitől kezdve, a Piroska nénitől, a Gizi néniig mindenkire szükség van. Mindenki tudja, mit kell tenni. És az az öröm, hogy mióta, ugye 9. évet csinálom, ezek az emberek itt vannak, dolgoznak, soha nincs olyan, hogy veszekedés, vagy valami, meg van beszélve, minden működik, tudja mindenki, hogy mi a dolga. Nagyon sokat kell tenni, nekem is, hiszen nagyon sok probléma van, ugye ez, mint mondtam, egy háztartás, csak egy kicsit nagyobb. Ugye itt is van fűtés, itt is van villany, itt is van víz, itt is van csatorna, valami mindig elromlik, hogy 150 gyerek azért fürdik, annak szerelés kell, fotballabda. Ugye van, amikor focizunk, kimegy a labda, én rohanok utána a tóba be, hogy ne vesszen el, hát 5000 forint egy labda. Tehát azért spórolunk is, vigyáznak a szerelésre, mindegyik tudja, hogy mit kell csinálni, nem szagadsz szét a mezt, kicsik tudják, hogy az öltöző ajtót nem csapjuk be, ha fűtés van, az be kell csukni, megtanulják a rendet. És ez nagyon jó, és otthon is ezt fogják csinálni, hogy becsukják az ajtót, hogy nem zuhanyoznak úgy, hogy kinyitják és 20 percig ülnek, hanem csak annyit, amennyit kell. Megtanulják a rendet, és ezt én tudom, mert látom. Terveztétek, vagy szó volt arról, hogy a lelátót megpróbáljátok? Igen, kicsit elkanyarodtam. Hát a tervünk az, hogy mindegyik lelátót felejtjük. Sőt, ezt meg is fogjuk tenni, mert már nagyon veszélyesek. Tehát ki kell cserélnünk a deszkákat, esetleg befedjük az egyiket. Úgy néz ki, az önkormányzat is egy kicsikét többel támogat, a kestület, meg a polgármester úr, hogy legyen arra pénzünk, hogy azért ezt a felújításokat meg tudjuk csinálni. A két pályát folyamatosan újítjuk föl, a hálókat folyamatosan kell cserélni, ugye, mert az idő megeszi, a hálófogokat és a kapukat folyamatosan kell cserélni, labdákat kell venni, de az igazi fejlesztést azt ősztől várom, mint ahogy mondtam, ez a felcsúti kapcsolat, de az a mostani tavaszi menetrend, a lelátók felújítása, a világítás felújítása, hogy tudjunk télen is rendesen, vagy már ugye ilyen sötétben is legyen világítás a centerpályán is, hogy tudjanak megfelelően edzeni, mert ezek a gyerekek már nem olyanok, mi voltunk, ugye a homok is jó, elnök úr, hát pályán szeretnénk, meg tessék már lehengereltetni, meg levágni a füvet, mert kicsit magas. Hát itt igényük van a fiúknak. Ennyi szeretnénk most tavasszal, nem olyan sok, de ez sem egy forintba kerül. És természetesen azt, hogy minél többen látogassanak majd a meccseket, hát szurkolni. Igen, tényleg az van, hogy nagyon sok a kalásziak, le a kalappal vannak már törzsszurkolóink, akik minden meccsen, esőben, hidegben, szélben vidékre jönnek a csapattal, beülnek a kocsiba, eljönnek, meghívják a gyerekeket. Olyan jó érzés, mikor azt mondja, elnök úr, itt van 10.000 forint, szeretnénk a gyerekeket meghívni. Régen sokkal nagyobb dolog volt ez, mindig valami, akkor mindig kaptunk valami zsíros kenyeret,
egy pohár sört, vagy üdítőt, banánt, vagy cukrot, mindig valamelyik szurkolónak meg tudta engedni magának, és most ez visszajött egy kicsit. A támogatóink, ezek a szurkolók aranyosak, és oda jönnek közénk, jó, olyan családi hangulat van, és az olyan boldogság a srácoknak is, amikor van most négy, na most nem olyan nagy, ez a, úgy mondjuk, hogy B-közép, négy fiatal gimnázista gyerek, egy nagy transzponens, hajrá, kalász, és ott kerepelnek, dobolnak, egyszerűen, és a végén, amikor nyerünk, amikor látjuk a nagy meccseket, akkor oda mennek a focistáink, és akkor lepacsiznak mindenkivel, és boldogak, és ez nagyon jó. És mondom, egyre többen szeretik meg ezt a kalászi focit, annál is inkább azért kell a sok kalászi gyerek, akit ismernek, mert annak idején is azért jöttek ki, mert barátok voltak, ismertek engem is, szomszédok, szülők, stb., akkor többen jönnek ki, mint egy idegen focistát megnézi, de mondom, ez is most már szép számmal, mondhatnám, hogy szebb számmal jönnek, mint annak idején. És akkor legközelebb, akkor szombaton ereszthetik ki a szurkolók a hangjukat. Igen, szombaton. És még csak annyit, hogy ha lehet, hogy meg kell köszönnöm az önkormányzatnak, tényleg. Nagyon sokat tesznek azért, hogy ez működjön. Ugye engem is tiszteletbe tartanak. Az is egy, ugye két éve megkaptam egy dicsérő oklevelet, ami borzasztó jó esett a Budakalász sportjáért. 2013-ban megkaptam ezt a díszoklevelet. Tehát gondolnak arra az emberre, aki ezt csinálja, és tudja, milyen szép érzés, amikor valamit megbecsülnek azért, amit tesz. Ugye, mert nyilván társadalmi munkába teszi az ember, szívvel, lélekkel foglalkozik vele. És annál nagyobb öröm nincs, amikor lemegyek a pályára, és a kis 7 éves, 8-9 éves odajön elnök úr, és tartja a kezét, hogy jó napot kívánok, elnök úr. Szóval ez egy akkora öröm, hogy ezért érdemes ezt csinálni. És nagyon-nagyon remélem, hogy majd, ha én nem csinálom, akkor lesz ugyanilyen, ilyen, aki ezt szívvel, lélekkel csinálja. Hát ugye én itt születtem Budakalászon. Nekem ez a sport egy olyan, mint egy álom, mint egy olyan, amiből éjszaka is arról gondolkodok, hogy most mi lesz, mit főzök, vagy milyen busszal menjenek, hány személyes busszal, vagy miben játszanak a gyerekek. És amikor megkapja az ember azt, hogy mindenki kezet fog vele, a kicsik, jó napot kívánok, elnök úr, és az mondja, még prezident, milyen nagy szó ez, ugye elnöknek lenni, és akkor az önkormányzat is kifejezi azt, hogy tényleg, ahányszor találkozok a képviselőurakkal, vagy a sportbizottság elnökével, Major Edével, és mindig azt mondja, elnök úr, büszkék vagyunk magára. Vagy pedig a labdarúgó szövetség állandóan dicséri ezt az egyesületet, hogy tényleg látják, hogy itt milyen munka folyik, és ahogy írtam az újságban is, most tényleg is a Budakalász nevével volt hangosan, hogy mindenki minket akar megvenni, akárhol állunk, akár melyik csapat állunk, mert a Budakalász az most már 1920 óta egy név. Félnek tőlünk, hál' Istennek, az egy jó dolog, és mi aztán megpróbáljuk azért ezt be is bizonyítani. Hát legyen ez így a továbbiakban is. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és reméljük, hogy legközelebb azzal találkozunk, hogy minden meccset megnyertünk. Legyen így. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!